Hello, 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 nagyon kellemes szombat délután kívánok mindenkinek, és hát az erő legyen mindenkivel, de leginkább a technikával. Ennyit tudok mondani, nagyon nagy hirtelenséggel. Üdv mindenkinek, szia Birka kapitány, Batidor, Lord Feli, Veldur, Dormsgortva, Batidor, Bababó, mindenkinek nagy hello. Meséljetek, hogy telt eddig a hétvégétek, remélem, hogy nyugalmasabban, mint ahogy nekem az elmúlt 24 óra. Nagyon gyorsan egy icike-picikét mesélek, már csak azért is, hogy akik majd ezt látják és nézik, remélhetőleg azért lesz olyan, aki a VOD csatornán követi az eseményeket. Igen, egy nappal később kezdjük el a Star Wars Jedi Survivor-t. Na de miért? Ugyanis tegnap nekikezdtünk, csak nem tudtunk játszani vele, ugyanis PS konzolra, tehát PS5-re kaptam hozzáférést, és a játék azt mondta, hogy no. Tehát amint elindítottam a játékot, hogyha azok, akik itt voltak, tudják, de azért elmondom, ahogy elindítottam a játékot, még a fő menü se tölt be, egyből crashelt a játék, és nem tudtunk egyetlen egy másodperc gameplayt sem játszani a játékkal. Röviden és tömören ez az, ami történt és történik jelenleg is a mai napig a PlayStation-ön. Na most, ezt próbáltam én megorvosolni, tehát, hogy amit el tudsz képzelni, hogy lehet csinálni, azt megcsináltam. Tehát, hogyha eszedbe jut az, hogy wifi-re, kábelre, internet nélkül, másik Winchesterre, mit tudom én, tehát mindent. Rendszer újra telepítés, szoftver újra mindent is, tehát, hogy az elmúlt 24 órában én legalább 4-5-ször töltöttem le a játékot, tehát hogy így az, hogy mennyi adatot mozgattam meg, arról ne beszéljünk. Tehát, hogy hála Istennek nem számol. Reméljük a Telekom nem fog hívni, hogy ez most plusz lesz, jó? Tehát, hogy ebbe azért bízzunk. Lényeg, ami lényeg, hogy semmi nem oldotta meg a problémát, és két opció van, tehát tényleg a gépet szétszettem, M2 SSD-t beleraktam, arra telepítve, mindent megpróbáltam, egyszerűen nem indul el a játék. Két opció van, ami probléma lehet, ad egy, szarul van megírva a játék, és másnál is az internet bugyrait, a Reddit-et böngészve találtunk, vagy hát van olyan ember, aki szintén mondta, hogy ez a problémája a játékkal, hogy egy másodpercet sem tud játszani a játékkal, és nem indul el. Hát ez gond. A másik probléma, és talán ez még a jobbik probléma, hogyha idézőjel jobbik, hogyha a szoftver a gond, a másik probléma az lehet, hogy teljes mértékben launch edition van nekem a PS5-ből, tehát ugye mióta megjelent a PS5, azóta suttyomba azért ráncfervarrásokat kapott, ezt a hátán, illetve egyéb helyeken széria számmal jelzik, nekem a 10-16A nevű modell van, ez a tipikusan launch edition, tehát amikor kiadták a konzolt, ez az. Mert ugye nekem annó sikerült megjelenéskor szerezni, azóta már 12, mit tudom én, micsoda, 16A szériaszám van, csökkent a súlya, más lett a mit tudom én, micsoda, hát ezt úgy zárójelesen megcsinálta ugye a PlayStation, erről valakik tudnak, valakik kevésbé tudnak, hatalmas update azért nem történt, de ez pont elég lehet ahhoz, hogyha mondjuk egy olyan hirtelen energiafelvételt kap, mondjuk vagy kér a játék, vagy akármi, azt mondja, hogy crash. Szóval lehet, hogy ez is a probléma, hogy lehet, hogy gond van a konzollal, úgyhogy lehet, hogy majd el kell vinnem a konzolt szervizbe, vagy kicseréltetni, vagy mit tudjam én micsoda. Ha modell lenne, akkor már botrány lenne belőle. Van botrány belőle, de nem akkora botrány, mint amekkora botránynak lennie kéne. Hogy a történetet folytassam, hogy hogyan is fogunk most játszani? A Brio meg azt mondja, hogy nem akar működni, az meg villog. Na mindegy, szóval, hogy a tegnapi küzdelmünket látták több helyen is, és ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm a Penta Médiának és Tamásnak, hogy segített nekünk, nekem, és rendelkezésünkre bocsátott, és szerzett egy PC kódot, úgyhogy jár nekik a köszönöm szépen, de nem is kicsit, hanem nagyon-nagyon. Úgyhogy PC-n fogjuk játszani most a játékot, megpróbáltam beállítani valamilyen szinten a játékot, reméljük, hogy majd menni fog,
én nem tudom, ugye azért is szeretem mindig, amikor lehetséges konzolra megszerezni a játékokat, hogy az erőforrás szét legyen egy kicsit osztva, hogy a konzolon mehet a játék, a stream és a felvétellel foglalkozik a gép. Hát most mindent a PC fog csinálni, és hát az egésznek a pikantériája és az igazi fűszer az az, hogy ugye az viszont már köztudott, és amiatt már tényleg háborog az internet, hogy milyen botrányosan rossz lett a PC port. Úgyhogy én nem tudom, mire számítok, remélhetőleg nem fog itt mellettem ez is elfüstölni, mert azzal már most ki vagyok. Úgyhogy így, ez a rövid története annak, hogy miért csak ma kezdjük, és miért PC-n játszunk, miért nem pedig PlayStation 5-ön. Ettől függetlenül még meg fogom majd várni, mielőtt elkezdenék szervizbe járni a PlayStation-nál egy Day One patch-et, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy az megoldja-e. Ha megoldja, már pedig szerintem meg kéne neki oldania, akkor extrémen gáz, ami történt. És tegnap itt a stand-upba elhumorkodtam, de nagyon fontos, hogy ez hangozzon el, és én ezt azt mondom, hogy igenis, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kiállok emellett, ilyen állapotba játékokat nem lehet pénzért kiadni. Oké? Okay? Tehát, hogy legyen szó itt Cyberpunkról, EA-ről, tök mindegy, hogy mekkora fejlesztő vagy, pénzért szart ne adjál ki. És AAA-nek meg ne nevezd magad, ha konkrétan megnyomnak egy gombot, hogy elinduljon a játék, és kikressen a játék. És az, hogy én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy kaptam hozzáférést más platformon, és van lehetőségem más platformon játszani, azt most hagyjuk, de egy átlag player, aki mondjuk 70-80 euróért megveszi ezt a játékot, és nem tud vele játszani, azért mert szarul írják meg, és szarul adják ki, az vérlázító. És ez a trend nem folytatódhat, oké? Okay? Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni. Igen, és nagyon fontos, amit Lord Fair is ír, hogy a PSN még csak refund sincs. Nem az én cipőmről beszélünk, hogy általánosan egy általános gamer, hogyha megveszi ezt a játékot és ezt tapasztalja, hát abban én belegondolni sem merek. Tehát, hogy nekem rohadt szar volt, nem, hogy még, ne is menjünk bele, de ezt abszolút nem szabadna folytatnia, és nem volt elég figyelmeztetés a játékiparnak a Cyberpunknak az esete, egyszerűen nem tanulnak belőle, és miért? Mert mi hülye felhasználók megvesszük, nem érdekli őket, tehát hogy egy Twitter bejegyzéssel nem lehet elintézni, hogy bocsi, tudjuk, hogy szar, de majd mi kijavítjuk. Nem, akkor nem egy hónapot vagy másfelet kell eltolni a játék megjelenését, told el egy fél évvel, de add ki normálisan, jó? Tehát minden player inkább összeteszi a kezét, türelmesen megvárja, csak normálisan lehessen játszani a játékot. Ez egy nagyon fontos tanuló, és mai napig nem tanulta meg a gamingipar, de muszáj lesz tanulnia, mert különben hatalmas problémák felé megyünk, és ez folyamatosan látszódik. Nincsen olyan AAA cím körülbelül az idei évben, sőt Covid óta, ami probléma nélkül jelent volna meg. Na, most, hogy itt a sztorit meg mindent kiadtam magamból, térjünk rá a játékra, elnézést, hogy itt ezt ilyen hosszasan, de igenis szerettem volna ezeket elmondani, mert fontos, hogy ezeknek, én azt gondolom fontos, hogy hangot adjak. Most pedig adjunk hangot a videójátéknak, a lézerkardnak, és remélhetőleg egy működő buildnek, vagy én nem tudom minek. Na menjen! Na... Eddig ezt, ami most van, mindjárt képet is kaptok, remélhetőleg az OBS felébred. Ott van, ezt már azért egy párszor láttuk. Igen, végre láthatom a menüt. Üdv mindenkinek közben, hello, és köszönöm a követéseket is Sonicának, Dominiknak, és köszönöm utólag is Alien Killernek a cheert tegnapról, már itt a stream végéről. Nagyon fontos, hogy streamen kívül már elindítottam, úgyhogy remélhetett, tehát ennyit már nem láttunk. Ez az a pont, amit nem láttunk már annak. Idáig nem jutottunk el, úgyhogy már előrébb vagyunk, legalább egy frame-mel, úgyhogy hell yeah.
Na, gyorsan optimalizálás történik, hát erre nem számítottam amúgy, alapvetően direkt elindítottam a játékot, de nincsen gond, abszolút full power, nagyon full power lesz, jó lesz. Egy kicsit zenét, valami kellemetlen, hogy megint csak én beszélek. Ilyen mondjuk a konzolon pont nincs. Ez így van, így van, így van, ez így van. Tehát, hogy a konzolon ez a lépés kimarad. Viszont ez a kép is kimaradt nálam legalábbis a konzolon. Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a végigjátszásunkon, a Jedi Survivor végigjátszáson. A 4090 ereje legyen velem, hát az a baj, hogy csak 3090-en van, csak idézőjelbe, tehát egy kegyetlen jó ez a kártya. De nézzük is meg, bevezetésképpen, hogy mi történt eddig, azaz, hogy az előző részek tartalmából. The next generation of Jedi. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. No! Ó, igen, a barátunk. A lightsaber. I was alone for a long time. I was scared that they'd find out who I was or what I was. And you're not alone. Not anymore. Hey, BD-1. I'm Cal. A főhős, ugye, BD-1. I guess it's about time I found remélem, out who mindenki I am. Tudja. Couple bombs ain't gonna kill you, kid. Baron, right? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I know what it's like to lose everything. Night sisters and Jedi do not travel together, but survivors, we adapt. The fate of the Jedi Order lies in your hands. Life has this funny way of forcing you on the path forward. Execute Order 66. Master! No! Every Jedi faces the dark side. We could build something different. Something better. She'll sell you out too. You can't stop the Empire! I'm stronger now because of the pain. Oh, yeah. Failure's not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. I will never forget. I will honor your teaching and your sacrifice. By the right of the Council, Cal Kestis. Rise, Jedi Knight. Remember, trust only in the Force. So where to now? És ugye ez volt a vége. Wow! Na jó, azért ezt az összefoglalót, ezt a recap-et, ezt azért wow, ezt nagyon megcsinálták. Ah, nagyon szép. Na, hölgyeim és uraim, igen, jól látjátok, ott van egy continue, azért mert teszteltem, hogy egyáltalán elindul-e a játék, vagy valami, vagy mi történik. Kezdjünk el egy új journey-t, és hát felmerül a kérdés, hogy story módba, vagy story módba játszunk a nyilván nem, de én azt gondolom, hölgyeim és uraim, hogy ilyen Grandmastert nem szeretnék, jó? Tehát, hogy vagy Knight, vagy Jedi Master lesz, már csak azért is, mert nem vért szeretnénk, szóval értitek. A második végigjátszásunknál, igen, ezt akartam én is mondani, amúgy ezután a gondolatmenet után, hogy elég stroke volt már ezzel a játékkal kapcsolatban tegnap. Tehát, hogy én erre a játékra már kipipáltam a stroke-omat. Szóval az a második végigjátszásunk, ami ugye a múlt hét hétvégén volt a Fallen Order-ből, nagyon élvezetes volt a Jedi Knight szint. Én azt mondom, hogy elindulunk Jedi Knight-on, aztán, hogyha nagyon azt érezzük, hogy it's too easy, akkor föntebb megyünk Jedi Masterre, bármikor változtatható.
nyilván fordítva is lehetne csinálni, de élvezetes legyen, tapasztaljuk meg a sztorit. Tudom, hogy anno a Jedi Mesteren játszottuk végig először a mondjátok már mi az az első részt, de nagyon élvezetes volt, mondom, a múltkor ez a Jedi Knight szín, teljesen balanszolt, fejjel rakni jobb, mint lejjebb, értjük. Így van, ez lesz most, úgyhogy Jedi Knight. Navigation hint, display an extra navigation beacon for puzzles and main objectives can be turned off anytime. Szerintem az nem kell, de force interaction hint az jöhet, dialogue lines keep, szerintem az nem kell. Let's do this. Oké. Okay. Elkezdődött hát. Amit tudok, és ugye ez a hivatalos kommunikációból tudom én is, hogy annyi van, hogy az első rész meg e között 5 év telt el, úgyhogy némileg idősebben és borostásabban jelenik meg főhősünk, Cal Kestis. Mármint téves volt a mondat, tehát főhősünk, ő már... minden ezt árultad. A BD van a főhős. Szóval elkapták Kelt. Ez a Coruscant? Igen, a főhős humanoidja. A főhős segítője Kell. Bilincsbe verdve utazik a hajón. Az meg a Jedi templom. Az egykori Jedi templom. De szép vagy. Te is. Majd szóljatok, hogy kép, hang, minden oké-e. Nyilván majd főként gameplaynél, mert ez renderelt rész, de kíváncsi vagyok, hogy bírja majd. Ne szosznál, ez a elkaptak bilincsbe, ez egy szokásos hétfő. Oké. Okay. De legalább szépen lobog a haja. Szóval az alsó szintekre megyünk a pornéphez. Ugye a felső 10 000, aki 10 000 000 is lehet, ugye nyilván mivel Coruscant egy egész város, a bolygó egy város, igazából alul a csőcselék helyezkedik el. Hát itt a napfényt azt fotókon lehet látni, a TikTokon, meg hasonlókon. Köszik rá, köszik az infót. Smooth landing. Üdv mindenkinek közben. Sarah's on lockdown. State your business. Joan. Oh. Hello, officer. A Jedi. Személyesen. The senator is expecting us. Egy szenátor vár mi ránk. You're clear to move along. Okay. We want to keep the senator waiting. Esetleg a légy szívesre jobban hallgatok, bocs. És gameplay? Yes. 20-46-os szint, Coruscant. Jó van, ne lökd, de simán hülye gyerek nézelődök, hát mit kell itt el keménykedni? Komolyan mondom, éppen hogy elindult a játék, azt játszod itt a kemény csávót. Hülye. Jó, nyugi. Hello? Ha érted, azt elkezd lögdösni. Normális az ilyen. Tök
tök rég voltam itt. Nézelődni akarok, ne lögdössél. Oké, itt le van zárva az út, úgyhogy más útvonalon megyünk tovább. Hello, kedves rohamosztagosok! Hello, hello! Sajan szenátor parancsára azt az utat lezárták. Ha ők ilyen zsoldosok, fejvadászok lehetnek. Nem állunk meg egy kávéra? Tökre elfejtettem a délutáni kávémat meginni. Jaj, nagyon fontos, srácok, mielőtt tovább megyünk. Info. De azt meg is mutathatom, ha szeretnétek. Nem azt. De hogy milyen beállításokon megy a játék. Jobb napokat is látok már ez a szín közben. A háború drága, valakinek fizetni kell érte. Not according to the propaganda. Szóval, gyorsan megmutatom csak, hogy ezen essünk túl, mert lehet, hogy lesz kérdés. Én nem kimélem jelenleg a videójátékkal a számítógépemet. Tehát, hogy a V-Sync és ez a AMD Fidelity-t ezt bekapcsoltam, mert nagyon vicces, hogy ha bekapcsolod, jobban néz ki a kép, mint hogy ki lenne kapcsolva. Tehát nonsense. Motion blur van egyedül kikapcsolva, és amúgy öpik. Ami fura, hogy ellentétben az előző játékkal nincsen Target FPS lock beállíthatósági lehetőség. A Ray Tracing is ki van kapcsolva, igen. Azt nem bírja már. Hát erre én nem tudok most hirtelen jó választ mondani, attól függ, hogy mekkora a pénztárcát Dansbort van. Az út zárva van. Így van, a holtak vágták a sziklát. Ahogy milyen jól néz ki. Ott van egy robot. Az utunkat állja. Hello. Oh. A táskát szkennelünkben. És akkor ez 4K? Nem, 2K-ba játszok, 2K. Ha PC-n játszom, akkor 2K-ba szoktam játszani, mert a PC monitorja az 2K-s. Jól láttad, Krea? Amúgy tök oké, néz ki. Még ez Ray Tracing-el biztos huncutabb. Jövök. Kellnek, hívnak, de... Na. Semmi nyúlka piszka. Előbb egy vacsi, vagy valami. Mire gondolsz, Kiyoshi? Terrorist. You gonna let him call you that? So where'd you find him? Jó, oké. Kellenek ezek a humoros mondatok, ezek jó. How'd you make the arrest? Hogy elindult? PC-n játszunk. Nem PS-en. You'll wish you were dead. Always nice to meet a fan. Igen, mindig jó a fanokkal találkozni. Tök jó, ez a kamera nézet, ez amúgy nagyon király, mert látod. Hé, de neki vezet a... Anyád! Szóval a dokkoknál vagyunk, Coruscantnál. Nem hagynak beszélni. Szóval, hogy tök jó látni, hogy milyen magas ez a robot. Hello? The district is secure? Yes, Senator. It better be. Ada's dogs are always sniffing about. Hoppa. Jedi is a rare quarry these days. What else have you brought me? Uh-huh.
Na igen, szóval, hogy az a fogkefe az az enyém, jó? Légy szíves, ne használd. It's been a pleasure, Senator. Hope this isn't the last time we get to do business together. The renegade Jedi Cal Kestis. You have made quite a name for yourself. Hát sabotaging weapons, köszönjük. Disrupting supply lines. Flaunting this for everyone to see. The failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? Maybe. What do you want, Senator? A confession? You already know I've been working with Saw Gerrera. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me to the remaining Jedi. Hát, mennyit fizetsz? De nem lehet amúgy. Közben igazul nagyon szépen köszönöm a csírt, szóval a feliratkozás már be vagyok. Köszönöm szépen, pörögjenek a hype-ok. I'll find out one way or another. Sometimes all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe I'll just use this. Your master's lightsaber. Jaro Tapal. A traitor like you. And to think one day our children will ask, what is this thing? This relic of a corrupt institution destroyed by its own arrogance. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure the Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. What? Did you really think you could capture me? You've got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Thanks, BD. Szóval megtervezett volt, hogy elkapjanak. That's mine. Az az enyém. Bátyom, jó, add ide. Azt meg. Szevasz. Azt meg. Mamizu. Take him alive! Hello. Come and get him. Hoz sört, amely leugrott el. You got, Senator? Come on out. We'll talk. Gyertek, srácok. Yes! Pudgy. Scare me! Hello, Sia. Oh, mommy. Yes. Na, így kell ezt. Not so fast, Senator. Hit it, BD. Now he comes to us. Mondtam, hogy BD a főhős. He's coming a little hot. Uh-oh. Oh, really hot! Hold on! Juicy! It's okay. Me and that okay. These things happen. We gotta get to that yacht. Aha. Da-da-da. Na, akkor azt mondja, hogy tessék kell után csinálni. És egy. És kettő. És egy. És kettő. És egy. Gyerünk, tízig meg sem állsz. Gyerünk, nyomod. 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 Nagyon jó vagy. Tíz. Tizenöt. Gyerünk. 20 is megy. 20 is megy. Kemény vagy. Full kemény. Meg ki vagy pattintva. Egy igazi Jedi 20-at is megcsinál. Gyerünk. Gyerünk, nyomod. Ez az. Ú, de jó vagy. Ú, de jó vagy. Bedurranad. Akkor jó. Amikor már fáj, amikor sikít, azt... Na. Bocs. Befejezz. That was a close one, buddy. Hát ez... Igen, így is mondhatjuk. Lepöttyant egy kicsit. Jújjújj. Hol a szenátor? Hát leugrott egy sörér. Mi van a fogolja? Tök jól van.
Szerintem menjünk fölfelé. Srácok, kép, hang, mi a helyzet? Meséljetek nekem. Közben köszönöm a követéseket is. Pix Sunshine. Pix Sunshine. Igen, jól mentem. Teljesen jó. So far so good. Na majd mindjárt szeretszem. Reméljük nem, de... Jó, nagyon jó. Így terveztem. Jajaj. Lőnek. Jó, hát... Rohamosztagos, nem kell aggódni. Mi? Használd az erőt, ha elrejtett objektíváknál. Vagy jelzett objektíváknál. BD-1? Ó, oh, szkennelés! Még nem tudja kinyitni. Na, ezt viszont ki tudjuk nyitni, már is az első cucc. Patience emitter. Ajaj, a látszéberhez tudt. Aha. Na, akkor azt mondja, hogy... Kop, kop. We gotta find that yacht before the Empire does. Ezt azért egy kicsit nézzük meg. Wow. Wow. Nem ő a filmekhez, ha lelőnek a rohamosztagosok. Hát nem is lőttek le, hanem a izét találták el, amiben kapaszkodtunk. Na, azt mondja, hogy... Azokban ott jól lehet lakni ott szemben, nem? Ja, nem. Hello, fiúk! Szerintem ugorj le egy sörért, te is. Na, csumi! Ő az... Megy az double neck! Akkor itt fel, gondolom mi. Never give up hope. Jaja. 10-80-on most nézem a streamet, rohadt jól néz ki. Na, örülök, hogyha bírja egyelőre a rendszer. Szerintem itt fel kéne ugrani. És akkor ezen itt így megyünk. Némi tutoriált azért berejtettek ide, hogyha esetleg valakinél kimaradt volna. Hopp, ott ez egy ilyen mentési pont. Meditáció jellegűen. Rooftops. Meditation point discovered. Meditation points. Igen, interacting with the meditation point will save the game and access several other game options. Yes. Azt mondja, resting, igen, igen. Igen, igen, és akkor a skill tree azt is, ez ugyanúgy, mint az eddigieknél, lehet resztelni. Jó, ez a hang. Azt mondja, hogy igen, skill pointokat lehet elkölteni. Na, Muti, mi van? Ó, oh, wow. Hüde jó néz ki. Lightsaber Force Survival. És a lightsabernél van ott egy skill already. Wow, oké. Okay. Tehát azt, hogy most gondolom ezt View Ability X-el meg lehet nézni. Hosszan, ha az Y-t nyomom, akkor egy ilyen szúrás előre. Tetszik. Akkor ezt megvásároljuk. Szia Hirx, hello hello. Hogy szuperál a dolog? So far so good. Gyorsan mindenki kopogja le. Jó, elköltöttük, gondolom ez a tutorial költőpont volt. Lesz itt survival. Terület úgy látom, azt egyelőre nem látjuk, meg a többit se, majd kiderül. Na jó, akkor let's go, Mario! Okay, I'm ready. Budubub! Jó, a főhős szeretne valamit ott megnézni. Ki is nyitotta? Hop-hop! Piazott a sarokba. Echo. Aha, ugye tudjátok, hogy Don't. Kell... I beg you, I fought in the war. I doubt that. Now clear out. Szóval, hogy Kellnek van egy olyan képessége, ugye, hogy a tárgyakban képes a múltat, meg annak a történelmét, vagy hogy mondjam, érezni, megérezni. Hát mindegy, értitek, úgyis tudjuk, de hogy csak ezt, aki esetleg lemaradt volna, hogy mi voltak ezek az echók, ugye, ilyen megtörtént dolgokat tud újraélni. Hogy így mondjam. Na, menjünk tovább. Némi FPS drop természetesen van, de hát az...
Most már örülünk, hogy megy a játék, FPS dropot köszönjük, elfogadjuk. A dupla jumpot megnyomom, mint süket a csengőt, érted? Úgy. Amúgy jó néz ki. Igen, patient switch-et is találtunk. Tök oké. Okay. Jó. Igen. Lehet, hogy vissza... Nem. Várjál. Na most... igen, tehát alapvetően... Az első... Első problémámmal már bele is ütköztük. A streamer rögtön a legelején elveszíti az útirányt, de... Semmi baj nincs, természetesen rá fogok jönni, szerintem ott kell fölmenni, ez egy extra irány volt, a ládáért mentünk oda, éreztem az erővel, erőn keresztül, hogy oda be kell mennünk. Hello, szia! Üdvözöllek! LB to Perry. Like this? Nem ez? Ha, megy a szkennelés. Nagyon jó. So cool. Oké, akkor gondolom erre megyünk tovább. Csináljunk helyet. Köszönöm szépen. Oh, it's me! Oh, it's you! You are dead? Holy moly! LT. Left trigger. Az a hang azért az rendben volt. Szép. Akkor itt átkúszunk. Holomap unlocked. The holomap shows Cal's current location and the... Ja igen, ez a map. Amúgy, ahogy mielőtt feldobta ezt a holomapot, azért azt elhiszitek, hogy konkrétan a hideg ütő megállt bennem konkrétan, hogy azt hittem, hogy be fog fogyni a játék. Én már annyira félek mindentől. Navigáció, yes, igen. Legend and collectibles. The legends shows icons for other points of interest with filters that can be turned on and off. Collectibles X shows... your progress through the current area. Azt mondja, nyomjam meg a maphoz ezt a gombot. Jaj, hát ezt a mapot nem dolgoztátok át, úgy látom. Jó, oda kell mennünk, ott van a hajó. Hát ő... Tök oké. Van egy hangulata azért. A jobbulást hírsz, te jó ég. Na jó, akkor szerintem közben mi erre elindulunk. Ott látok lent ilyen kollégákat. Szerintem lehet, hogy tőlük megkérdezik, hogy merre lehetne menni. Ó. Az igen? Játék, te nagyon szeretnéd, hogy én ne haragudjak rád, de egyelőre még rosszba vagyunk. Tehát te túl nagy rossz fát tettél a tűzre, de azért látom, igyekszel. Oké. Ami a játékban biztos, hogy jó a random beszélgetések, amiket az ellenfelek csinálnak, amíg nem rohansz rájuk. Ja. Aha. Tehát, hogy azok teljesen ilyen randomok? Hát, lehet, hogy ahelyett, hogy ott felugrunk, inkább itt menjünk be. Press oldalra, hogy váltsunk a lightsaber stances között. Hello, dude! Megütött! Kérhetik a megfelelő emótákat, spamelni a cseten.
Wow. Nagyon Jedi. Nagyon Jedi. Az igen. Hát ezt konkrétan leaprózta. Nem aprózta. There he is! Shoot to kill! Shoot to kill! Aha. Tehát van ilyen stun opció is. Érted? Hát ez hülye. Na jó. Na jó. Na jó. Kemény vagy csoki. Jó van akkor. Hő? Hő? Jó, nem kell megnyomni itt extrémbe, vagy pluszba még egy gombot, mint ami az egybe volt. Hogy kapaszkodjon. Az jó, jó hír. Tudok... Don't look down. Tudok itt fölfelé menni. Egy volt. Hello. Got you, traitor. Na csumi. Ne! Hello. What took you so long? Oh, you know, just hanging out, taking in the sights. Been a while since I was on Coruscant. Thanks, Bode. Part of the job, Kestis. Uh-huh. Szóval Bode úgy látszik velünk van. És Bode előre szaladt. Azt a nyájon fényt nézzétek, oda néz. Szemüveget kell fölvenni komolyan. Igen, én is sejtettem, hogy valami turpisság van itt az egyik elfogónkkal kapcsolatban. Nagyon mutatták, szerintem ő vitte a dobozba a fénykardot is. A spádét. No. When I saw the dock collapse, I thought this heist might be over. Ó, micsoda füstök. Why make it easy for him? Huh? Where's the crew? Heading to the yacht. We'll meet him there. Oh, okay, a yachtnál találkozunk a többiekkel. No comms it is. Bravo knows best. Okay, let's go. Da-da-da. Da-da-da. Got it. Shortcut unlocked. Térkép. Aha, látom. Jó. Coop and Liz are probably starving by now. Hungry Klatuinians. Hope röci-röc, semmi gond. Csak betöltötte. Looks like that factory stopped the yacht. I'd call that a win. No gunships. Aha. Must be making mischief. Let's not keep them waiting. Találkozunk a társainkkal. Nagyon jó kis forgalom van a mai napon itt a városban, úgyhogy jó lenne elkerülni, hogy időbe odaérjünk. Mindeközben Matril, nagyon szépen köszönöm a 21. hónapot, köszönöm szépen a támogatást. Pörgessétek a... How are we gonna get you across? A Jediket, a Jediket. Kitaláltam, a hype is mehet, de a Jediket. Look around, emberben. Ó, tehát, hogy ő is tud interaktálni valamivel. És azt az RB-vel tudjuk. Aha. Ezt mivel tudsz interaktálni, tetyám? Bode. Mire vagy jó? Mondjad meg nekem. Bode. Azt mondta, hogy nézzek körbe, és hát, ha tudok valamivel interaktálni, hogy Bode azzal interaktáljon. Mert hogy ugye ezt a robot BD-1-ot valamit nem tud csinálni. Ja, hogy most? Ah, látom. Látom, látom, megvan. Ja, hogy te ilyet tudsz? Aha. Jó, tehát az útba volt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy
odébb tesszük. Hát nem annyira finoman, de legalábbis durván. Közben Metril, nagyon szépen köszönöm az ajándék szubot is, amit Vitornak ajándékoztál. Hát pörögjenek a szívek. Én erre azt mondom. Valakit átállítottál a sötét oldalra. Nagyon szép munka. Oké, Renovation Site 4733, ahol vagyunk. Hát gondolom volt jump. Jumpy jump! My master. Every time I fell, he got me back on my feet. Sounds like a good teacher to me. Stormtrooper patrol. Looking for us. Better us than the yacht, yeah? Minket keresnek ott. Aha, nagyon jó. Ugye inkább minket keressenek, mint a jaktot. Mert ugye a jakton valamilyen katonai információk vannak, ott meg valami nagyon csillog, én megtapizom. Interaktáció. Some kind of rare mineral, I guess. Rarite shard found. Continue exploring. Látjátok, én a pénzt egyből megtaláltam. Ha várjátok, ez itt nagyon csuszi-csuszi. I like it, Venny. Impressive. Köszi. Who needs a jetpack? Ha. Ott fönt van egy ilyen. Cucc, azt szerintem le tudja vágni, és akkor fel tudunk menni a kábellal. Kábelon. Érdemes szétnézni itt is. Rajta vagyok, köszi. Mindenhol én szét, meg szana, meg széjjel nézek. Figyelj, oda is behatolok. Open. Mi van benne? Nagymama sütie. Material paintek. Különböző színűen. Aha. Bódé, menj odém, légy szíves, köszönöm szépen. Na jó, akkor megyünk erre fölfelé tovább. Ő leengedte a kötelevicset. De én azért még itt elnézek erre. Nagyon szép textúrák. Kötél. Elkap. Irány föl. Kiváló hirdetés. Azt mondja, hogy... Hát ez is egy opció. Én a falon szerettem volna futni. Semmi baj. Hopp. Milyen viccesen néz ki, ahogy... Esel, ugrás után így esel lefelé, tehát hogy a haja is így konkrétan a dinamikában követi azt, ami történik. Na, megyünk tovább, bocsánat. No going around them. Then we go through them. All ready when you are, Kestis. I'm born ready, mother. Not liking this. Hello, Phil. What you tag? Hey, fellas. Valamelyik meglőtt. Woohoo, baby! There we go. Yes. Trooper's coming. Let's get the drop on him. Sure thing. On your signal. Hold RB, then press X to ask Bode to target them. Hope you're ready. Let's finish this for real. He's on the run! Okay. Wow! Okay. You can fight. Yeah, you too. Az mennyire király move volt ez a becsúszásos. Wow. A dinamikus haj az oka, hogy nem fut jól a Tomb, nem fut jól, mint a Tomb Raider, jobban, mint a Tomb Raider. Hát lehet, hogy azért benne van ez, és igen, igen. De rohadt jó. Jó, igen. És akkor várjál, ott van valami. Let's try up that way. Quit reading my mind, Jedi. Bocs. Oké, mit csinálsz? Hű, ő megitte a reggeliséget, az biztos. Oké, mielőtt visszaforog, nagyon gyorsan menj át. El az jó. Hello, Bode. Köszi. Várjál, mert a főhős szeretne valamit. Aha. Azt mondja, local directory. Databank updated. Directories help organize and visualize the flow of good throws. Ez pedig egy mentési pont. Nagyon jó. The force. Meditation point discovered. Stances. Na, ezt mutassad ide apának. Azt mondja, hogy single, double, bladed. Aha.
Aha, és akkor ott írja, hogy ez ilyen kiegyensúlyozott történeti történet, ez meg ugye ilyen kicsit így range-ben nem annyira jó, de defense-ben jobb, kevesebb a power. És mi van, ha a betűt nyomok? Aha, ahogy, jó, értem, minden világos. Akár amúgy resztelhetnénk is, de egyelőre azt mondom, hogy menjünk tovább. Tényleg jöhetnek a feedbackek közben, minden oké. Nem volt nagy röc a streambe, nem hullik szét a kép remélhetőleg. Mondjátok nyugodtan, mert teljes káoszba vagyok ezzel kapcsolatban, hogy most mennyire bírja meg, hogy bírja. Elvileg okéknak kéne lennünk. Nagyjából. Amennyire a játék engedi, persze. Mondjuk a range-t azt nem értem, hogy Douglas nem miért rosszabb. Hát úgy range-t, hogy közelharcra jobb. These days, just being outside's asking for trouble. Uh-huh. Erre felfelé. Hello. Nagyon sok a szemét. Ez ugye nem egy ilyen szemét lerakó összenyomó szituáció. Átvezetőt még nem láttam, majd az lesz kérdés. Nálam is minden oké, eddig minden tökéletes. Köszönjük. Köszi az infókat. Mindenhol szétnézzünk, mert lehet, hogy pénz van a sarokba. Csávó nagyon nagy menüben van, mindenhova repülve megy a yacht pakkával, pontosan van. Hűha, na most ezt majdnem elrontottam, de hát ugye mivel Jedi lovag vagyok, ezt sikerült megugranom ezt a feladatot. Mégiscsak. Ott vannak lent a komák. Speaking of trouble, let's avoid that patrol. Agreed. Mondjuk ők már egy kicsit sokan vannak. Kerüljük el őket, hogyha lehetséges. Én is mindig így megyek be amúgy a plázákba az ajtón. Ti is csináljátok azt? Mindenki hülyének néz, tudom, de akkor is kihagyhatatlan ez a mazdula. A fotocellás. Vigyázz, az pukkanós! Bódé, jól vagy? Igen, ezt én is utálom ezeket a droidokkal. Droidika. A PS5 verzióról akkor nem derült ki, miért nem indul? Hát nem tudjuk pontosan. Kobok is lehet. Konzol is, meg a játék is. Looks like a fight. Igen, ezt akartam elkerülni. BD. Az az. Egy kis HP. Szóval a pontos info nincs meg, hogy mi volt a gond. Nem működik továbbra sem, mindent megpróbáltam. De nem. Üdv közben mindenkinek. Na. Hát ez lehet, hogy egy kicsit átpuncutkattam, de itt vagyunk. Jaj, miért érzem azt, hogy le fog szakadni? Hello fiúk, hello. Azt mondja, hogy press LS és RS to slow enemies. Na jó! Te hülye vagy! Az mi volt ez az időlassítós? Atya úristen, haló! Azt a rohadt élet, de menő volt. Hát igen, igen. A power, az benne van a power. Merre akarunk menni? Arra, vagy arra? Amúgy arra mentünk, és ott szakadt le, úgyhogy ezt az oldalt nézzük át, hát ha ott van a loot. Erre innen jönnek? Yeah, that's nothing.
Aha, szóval van stamina. Látom. Tehát van egy ilyen védekező stamina, vagy hogy mondjam, amit ha lelőnek, akkor ugye azt tanulod. Elfogyott a HP töltő, csak mondom. Én látom, PC lett a megoldás. Igen, így van. Dead end. Let's double back. Lehet, hogy dead end, de oda. Lehet átmenni. Down something. Kettő priorite shard. Jó. Azt mondta dead end, de nem az. Valójában nem. Jó, királyság. Micsoda, az Aldiban van akciósan HP töltő? Micsoda? Most már a házi pálinka feltöltésről beszélünk, vagy Harry Potter valami töltőről beszélünk? Igen, ja, hogy ott fönt azt nyissa le, vagy üsse le. Ja Istenem. Úgy. Megötte valami? Jó, nem volt ott egy 20-as véletlenben, vagy valami hasonló. Ez az. Majd már föl? Ó, a mennyezeti kapaszkodós. Szóval a Jedi templomból ugye a palotája lett az uralkodónak. Fut, ugrik, kapaszkodik, nagyon jó. Ötös, kiváló. How long you been working with Saw Gerrera? Not long. A few jobs here and there. Néhány melót csinált eddig Saw Gerrerával. Bódé. Ezt itt el tudjuk vágni. Na, és akkor így lengedezve fogunk tovább menni. Lobog a haja! Hopi. Na most annyira jól nézett ki ez a rész itt, ahol most megyek. Gondoltam, nézzük meg még egyszer. Szerintetek? Jedi templomból Palpatine fan club helyszíne lett, igen. Hát ott vannak az ilyen, izé, a Jedi templomból konkrétan ő ilyen, hát a saját kis szórakozó helyét csinálta, meg úgyhogy ott vannak az ilyen privát bulik. De tényleg mindig eltöröd a játékokat. Hát én mindent. Most már lassan jó lenne, ha a játék készítők ezért valami honorációt is nyújtanának, hogy én ezeket megtalálom, amiket ők nem. Nyilván tréfálok. De ha szeretnének ütneszert, akkor szóljanak, mert épp ráérek. Ja, amúgy annyira nem, de nyitott vagyok, inkább mondjuk azt. Jó, majd elsőre, sosem esek le. Hello. We might be able to use that crane to get across the bridge. Aha, ott van egy tahó, amit akarunk használni, hogy átjussunk a hídon. Na most figyelj, ide van elrejtve valami, ezt kevesen tud. Nincs ide elrejtve semmi, ezt sokan azt hiszik, de valójában nincs ott semmi.